Egy ismeretlen férfi holttestét találta ebben a kukoricásban aratás közben egy helybeli kombájnos. Hogy pontosan ki lehetett az illető, arról a szakértői vizsgálatok lezárásáig nem adhatnak ki információt. Megálltuk a kombájnó, 3 óráig körülbelül vizsgálták azt a helyet, ahol van. Hát ugye nem titkosítsák, addig nem tudnak mondani semmit. Lehet, hogy soha az életben nem. A kukoricás a Vámos szabadi menekült tábor közelében van. A faluban azt beszélik, a férfi biztosan nem helybeli volt. Nem gondolom, hogy falubeli volt, mivel annak nagyobb híre lett volna. Azt hiszem, talán egy menekült. Ha jól hallottam, más nem tudok én se. Azt mondták, hogy valami fekete volt, ennyit mondtam. Ez a férfi a menekült táborban lakik, ő nem régen érkezett ide. Azt mondja, nem tudja, ki lehetett a halott, de úgy sejti, afrikai volt. Ez az ember beteg volt, kórházba vitték. 3-4 nap múlva hallottuk róla, hogy meghalt. Nem tudjuk pontosan, hogy ki lehetett, de valahonnan Afrikából érkezett. Vámos szabadi határában tavaly augusztusban nyílt meg az idegenrendészeti befogadó állomás. Akkor sok helybeli tiltakozott ellene. Egyszerűen féltek az itt élők az idegenektől, hiszen nem ismerték őket. Most van, aki azt mondja, nincs panasz a lakókra. Mások még mindig fenntartásokkal kezelik a helyzetet. Éjjel jönnek-mennek, tehát a helyi járat a busszal. Mit tudom én, éjjel 11 órakor jönnek haza és dáridóznak Győrből egyebek. A kutyák szétszedik a kerítéseket. A kislányom, nekem is mert 18 éves kislányom, nem meg közlekedni. Azért jönne buszról, menni kell elé, meg egyebek. Nem valószínű, hogy azért már külföldi. Mert azt beszélik, hogy lehet. Nem, külföldi. Csak én mondom, ja, hogy milyen hangulat volt itt. Milyen hangulat? Micsoda? Hát, mikor megalakult a tábor, akkor nagyon ellen, pedig nincs velük semmi gond se. A holttest azonosítása folyamatban van, úgy tudjuk, nem találtak a férfinál papírokat. A szakértői vizsgálatok lezárásáig nem lehet tudni, hogy ki lehetett.